A gyerekek ukrán nemzeti színű lufikkal játszadozva várták a Mikulás ünnepség kezdetét. A Nyíregyházán működő ukrán nemzetiségi önkormányzat minden évben tart Mikulás ünnepséget a Magyarországon élő közösségének, melyet a határmenti önkormányzat, az ukrán konzulátus, valamint a magyar állam is támogat. Szokásos minden évben mi ünnepeljük itt a Mikulás napot, a ukrán önkormányzat és a konzulátus a gyerekeknek ünnepet rendez, mert Ukrajnában ez a Mikulás, ez nagyon-nagyon várt a gyerekeknek az ünnepe, és a gyerekek mindig várnak egy ajándék a Mikulástól. És szívesen jönnek ide, mert az ukrán szokások szerint ők verset is mondanak a Szent Mikulásnak, aki most estére is jön Ukrajnából, és ő fog szétosztogatni a gyerekeknek ezeket az ajándékokat. Nagyon szeretik a gyerekek jönni minden évben ide, és támogatást kap az ukrán önkormányzat a magyar kormánytól, és ez a pénzért mi csináljuk ezt a rendezvényt. Az ukrán nemzetiségi önkormányzat kiemelt célja, hogy a külföldön, így a Magyarországon is élő ukránoknak lehetőséget biztosítsanak, hogy őrizzék a hagyományaikat, megtartsák az ünnepeiket, és hogy a gyerekeknek megtanítsák és továbbadják a régi szokásaikat. Ez az est pont erről szól. Az ukrán Mikulást gyűltünk össze ünnepelni. Egy kicsit érdekes, hogy úgy mondom, hogy ukrán, mert már volt egy magyar, a múlt héten most van egy ukrán Mikulás, és igyekszünk a gyerekeket arra nevelni, hogy szeressék a hagyományokat, betartsák a tradíciókat, ismerjék az ukrán kultúrát, mint egyházilag, mint irodalmi színvonalon. Sok verset tanulnak a gyerekek ilyenkor, hogy a Mikulásnak kedvében járjanak a szép ajándékért. Körülbelül olyan 80-90 emberen lesz itt, és közülük vagy 40 gyerek, és 16 fiatal. Az ukrán Mikulás a Gregorián, vagy más néven Gergely naptár és a Julianus naptár különbözősége miatt az anyaországban december 19-én látogatja meg a gyerekeket, azonban a Magyarországon élő nemzetiségi gyerekek mindkét Mikulás hagyományait követik.